A Karinti Frigyes AMK általános iskola a hétvégén vehette át az örökös ökoiskola elismerést. Az intézményben a környezettudatos életvitel és szemléletmód kialakítása elsődleges helyen szerepel. Több ökoiskola működik Újpesten, köztük a Karinti AMK általános iskola, amely már kétszer elnyerte a címet. Ökoiskola csak is olyan intézmény lehet, ahol a működés során a legnagyobb mértékig tiszteletben tartják az élővilág érdekeit, és megpróbálnak minél kisebb károsodást okozni az ökoszisztémának. Dr. Blovicki Zoltán helyettes államtitkár úrtól átvehettük az örökös ökoiskola díjat, ami azért is nagyon nagy megtiszteltetés, mert ezt először adták ki. Ez elsősorban egy szemléletmód kialakítása, tehát addig, amíg a környezetvédelem a tantárgyakban heti egy óraként megjelenik, mint kipipálandó feladat, addig ez nem jelent szemléletformálást. Akkor, amikor a tevékenységek erre épülnek, a tantárgyakat, a gyerekek mindennapi életét, a szabadidejét áthatja az a fajta gondolkodás, szemléletmód, ami a környezetvédelemre jellemző, akkor kezd ökoiskolává válni. A gyerekek évek óta szelektíven gyűjtik a szemetet, és aktívan részt vesznek a papír, elem, valamint az elektronikai hulladékgyűjtésben is. Az ökonevelés sikerét bizonyítja, hogy már maguk a diákok kezdeményezik a projekteken való részvételt. Legutóbb a karbondetektívek elnevezésű nemzetközi versenyen mérték össze tudásukat, ahol Európa 10 országából több mint 7000 iskola diákjai vetélkedtek. A feladatunk az iskolának a széndioxid kibocsátásának a kiszámolása volt, az úgynevezett karbonlábnyomot határoztuk meg a diákokkal, és különböző akciókkal, tehát a tanév során a tevékenységeinkkel csökkentettük ezt a lábnyomot. 53%-os csökkenést értünk el akcióinkkal. A sikeres karbonlábnyom csökkentéssel az 5.-6. osztályosokból álló csapat országos második helyezést ért el. Nagyon-nagyon lelkesek, és tényleg azt látom, hogy a szüleiket is megpróbálják egy kicsit átnevelni.